Lord, we thank you tonight. Uram, köszönjük neked ma este. That you are in this place. Hogy te itt vagy ezen a helyen. And even as your spirit. És úgy, ahogy ott a szellemed. Hovered over the surface of the deep before you began your creation. Körbe forgott a vizek fölött, mielőtt még a teremtés megtörtént volna. Lord, I thank you for your Holy Spirit. Uram, köszönöm neked a te szent szellemedet. That is moving in this place. Mely most itt, aki most itt mozdul ezen a helyen. Preparing. Felkészít. Oh yes, preparing. Ó, igen, ő felkészít bennünket. Moving into position. És olyan pozícióba helyez. To bring forth creative miracles. Hogy előhozhassa a csodákat. Even in this place tonight. Most ma este itt ezen a helyen. Lord, I thank you that you are the God of miracles. Uram, köszönöm neked, hogy te a csodák istene vagy. And you choose to release miracles to your sons and daughters. És te úgy döntöttél, hogy fel akarod szabadítani a te csodáidat a te lányaidnak és fiaidnak. All over this place, I want you to lift up your hands in the miracle realm. Mindenütt most itt ezen a helyen szeretném a felemelnéd a kezedet ebbe a csodáknak a szférájába. Your miracle doesn't come from the hand of a man. A te csodád nem egy emberi kéz által jön el. But your miracle comes from the hand of God. Hanem a te csodád Isten keze által the jön glory el. Of God is being released upon on you in this place tonight. Isten dicsősége fel szabadításra kerül most az életedre. And God is ministering by his spirit. És Isten szolgál az ő szelleme által. And he is doing what only he can do. És megteszi mindazt, amit csak ő tud megtenni. Holy Spirit, I thank you right now. Szent Szellem, köszönöm most neked azt. That you're ministering to those needs of healing. Hogy te szolgálsz most emberek felé, és ahol szükség van gyógyulásra. All over this place receive your healing right now. Mindenütt most itt ezen a helyen receive your healing right now. Fogad el a gyógyulásodat. Receive your healing right now. Fogad el a gyógyulásodat most. Receive your healing right now. Fogad el a gyógyulásodat most. All over this place. Itt mindenütt most Holy ezen a Spirit, helyen. I thank you. Szent Szellem, köszönöm neked. That you're releasing miracles of deliverance. Hogy felszabadítod a szabadítást. Receive your deliverance right now. Fogadd el most a szabadításodat. Receive your deliverance right now. Fogadd el a szabadításodat most. Receive your deliverance right now. Szabadításodat fogadd el most. You're being set free right now in this place. Szabaddá tesz téged itt ezen a helyen. Bondages are being broken. És megtörnek megkötözöttségek. Ungodly addictions are being broken. És amelyek nem Isten szerinti megkötözöttségek voltak, azok chains and the shackles that have held you. A láncok, azok, amelyek fogva tartottak eddig. They're being broken right now. Ezek most megtörnek. Receive your deliverance. Fogadd el a szabadításodat. Right now the miracles of God. Most ebben a pillanatban Isten csodája. Are available for you to receive. Elérhetők számodra. Just reach up into the realm and grab hold. Most nyújj ki ebbe a szférába, reach into the realm and take hold of what God meg. Is showing you in the spirit. Mindazt, amit Isten mutat most neked grab szellemben. Hold of that vision that's before ragad you. Meg azt a látást, azt a látomást, ami grab ott hold előtted. Of that prophetic thing that God is showing you. Azt a prófétai képet, amelyet Isten mutatott neked. Oh yes, meg. For surely he will use you. Mert ő igenis használni fog to téged. To bring it from the realm of the spirit into the realm of the natural. Hogy a szellemi szférából a természetes szférába hozzon téged. Lord, I thank you for your miracles right now. Miracles, miracles, miracles. Csodák, csodák, csodák. Miracles, miracles, miracles. Csodák, miracles right now in csodák Jesus' name. Most ebben a pillanatban, there's Jézus dental nevében. Miracles being released for azt your látom, mouth. Hogy fogászati csodákat tesz most if Isten. You need a dental miracle, you need to put ha your hand on your mouth right van, now. Fogászati csodára, tedd most a szádra a and kezed. Receive the miracle power of God that's flowing in this place. Isten csodatevő erejét, amely itt van most miracles ezen a for your teeth. Csodák a te fogaid számára. It's miracles for your gums. Az ínyed számára is csoda történik. Oh yes, right now in Jesus' mighty name. Most ebben a pillanatban Jézus Krisztus hatalmas Lord, nevében. Lord, thank you for doing it. Thank you for köszönöm, doing it, Lord. Uram, hogy ezt megteszed most. Thank megteszed you for doing most. It. Köszönöm, hogy megteszed, thank Uram. You for doing it, Jesus. Köszönöm, hogy megteszed ezt most, Jézus. Hallelujah. 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 I want you to go back to your seat for a moment. Szeretném, hogy pillanatra helyet foglalnátok. And I want to open the Bible for you. És szeretném, ha kinyitnánk a Bibliát. And I want to show you something. We're going to move into it tonight. Mert valami olyasmit szeretnék megmutatni nektek, amiben ma este bele fogunk lépni. I want to show you something, and then we're going to move into it. Valamit szeretnék megmutatni nektek, és aztán
egyszerűen bele fogunk ebbe lépni. Halleluja. Halleluja. Okay. Az apostolok cselekedetei 19-es részhez fordítunk. I was in Taiwan about 2 weeks ago. Körülbelül 2 héttel ezelőtt voltam Taiwanban. And I met a young lady there. Találkoztam ott egy fiatal hölgyel. Who I had seen last year. Akit in Taiwan. Tavaly már láttam ott Taiwanban. Last year when I saw this lady. Tavaly mikor láttam ezt a hölgyet. The doctors had told her. Az orvosok azt mondták neki. That she had cancer of the esophagus. Hogy torokrákja van. There was a large lump on the side of her neck that was visible to my eyesight. És igazából itt a nyakának az egyik oldalán olyan nagy daganat volt, amit szemmel láthatóan láttunk. And she came to the meetings last year desperate for a miracle. És tavaly úgy jött el az alkalomra, hogy nagyon kétségbe esett állapotban volt már, mert annyira szüksége volt csodára. She told me it's stage 4. Azt mondta, hogy negyedik szintű rákban van, negyedik stádiumban van. The doctors have done everything that they know to do. Az orvosok mindent megtettek már, amit csak emberileg lehetett. They told her there's nothing more that they could do. És azt mondták, hogy semmi többet nem tudnak érte tenni már. She said, "Would you please pray, come into agreement with me?" És azt mondta nekem, hogy egyetértésre kerülnél velem és imádkoznál értem. Believe with me for my miracle. Hinnél velem az én csodámért. I said absolutely. Azt mondtam abszolút, teljes mértékben. Laid hands on her neck. Rátettem a kezem az ő nyakára. Covered that lump with my hands. És befettem a saját kezemmel azt a daganatot. And I prayed. És imádkoztam. And it didn't look like anything changed in the natural. Úgy tűnt, mintha természetes szinten semmi nem változott volna akkor. Didn't seem like she had any relief. Semmi nem volt feltűnő, hogy változott volna, vagy hogy jobb lenne a helyzet. And it didn't look like the lump changed any size. És úgy tűnt, mintha méretesen változott volna ennek a daganatnak. But I told her, I said, stay in the glory. De azt mondtam, hogy csak maradj meg a dicsőségben. The power of God is working in you. Mert Isten ereje működik benned. Stay in the glory. Maradj meg a dicsőségben. That woman stayed in the glory. Ez a hölgy ott maradt a dicsőségben. She told me this year when I saw her again. És most, amikor újra találkoztam vele nemrégiben. She said that when she went home. Azt mondta nekem, hogy amikor hazament az alkalom után. She began to cough. Tavaly, elkezdett köhögni. And she coughed up 4 tumors. 4 tumort köhögött fel. And she said she coughed up more fragments, but they were so small she didn't count them all. És azt mondta, hogy még kis darabkák is feljöttek, de azok már olyan sok volt, hogy azt már nem is számolta. She said I coughed up my cancer. Azt mondta, felköhögtem a rákos daganatomat. About a week later. Körülbelül 1 héttel azután. That lump on her neck was completely gone. Teljesen eltűnt ez a kidudorodás is a nyakából. It completely disappeared. Teljes mértékben tökéletesen eltűnt. She went back to the doctors for tests. És visszament az orvoshoz, hogy letesztelje, megvizsgálják. The doctors couldn't even believe it was her. És azt mondták az orvosok, azt sem hisszük, hogy ez te vagy, hogy ez ugyanaz az ember. Because they had told her there was no hope. Mert azt mondták korábban neki, hogy már teljesen reménytelen. There was nothing more they could do. És már semmit nem tehetnek érte orvosilag. And yet she didn't seem to have that lump on her neck anymore. És már látható módon nem volt ott ez a rákos daganat. We know the great physician. Mi ismerjük az orvosok orvosát. Her test came back. A nagy orvost, és visszajött az eredmény. And the doctor said there's no more cancer in your body. És az orvos azt mondta, hogy teljesen tünetmentes a tested, és nincs több rákos daganat benned. She was 100% completely and totally healed. Hallelujah. 100%-osan meggyógyult, teljes mértékben meggyógyult. Hallelujah. There is a glory here tonight. Hiszem azt, hogy ma este van itt egy olyan dicsőség. That's touching tumors and lumps in your body right now. Tumorokat, daganatokat és kidudorodásokat megérintenek a testedben most. If you got a lump, a growth, a tumor. Ha van egy kinövésed, egy ilyen tumor vagy daganat vagy you valami kitüremkedés, right most állj fel ott, ahol vagy, állj fel a helyeden. Just stand up where you're at.
Állj fel most. All over this place. Mindenütt itt ezen a helyen vannak ilyenek. God's working miracles in this place. Isten csodákat cselekszik most itt ezen a helyen. If that woman in Taiwan, ha ott ez a nő Taiwanban, could get her miracle, megkapta az ő csodáját. I am telling you tonight in the confidence of God. Én most teljesen Istenben való bizalommal mondom el neked azt. You're going to get your miracle too. Hallelujah. Te is megkapod a te csodádat. Hallelujah. You're going to get your miracle. Igen, ez a te csodád. Lift up your hands right now. Emeld föl most a kezed, akik fölálltatok. Father, in the name of Jesus. Atyám, a Jézus nevében. I thank you for your healing power. Köszönöm neked a te gyógyító erődet. That is flowing to each and every one that's standing right now in this place. Amely most minden egyes emberbe, aki most felállt, folyik és árad most az ő életükbe, a testükbe. Lord, I thank you right now that your Holy Spirit power is flowing. Uram, köszönöm, hogy most ebben a pillanatban a te Szent Szellemednek az ereje folyik és árad. To dissolve every lump. Hogy minden egyes daganat eltűnjön és felszívódjon. To absolutely dissipate every tumor. Abszolútte minden tumort egyszerűen semmisíts meg. To annihilate every ungodly growth. És minden Isten ellenes kinövés az teljesen zero nullává teszed. I command those tumors to go in the name of Jesus. Parancsolok most, hogy ezek a tumorok elmennek a Jézus nevében. Lumps shrink in the name of Jesus. És egyszerűen menjenek és húzódjanak össze. Growth dissolve in the name of Jesus right now. Ezek a tudorok és daganatok a Jézus nevében most ebben a pillanatban elmegy. Healed in Jesus' name. Most a Jézus nevében. Be healed. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. Okay, you can sit down. Okay, most leülhetsz. I want everybody to praise the Lord right now. Szeretném, ha most mindenki dicsőséget adna Istennek. Because we receive it as done. Mert mi elfogadjuk úgy, hogy ez megvan. In my word to you, those of you that stood. És a profécia számotokra azoknak, akik felálltatok. You need to start checking yourself. Kezd el magad megvizsgálni. And you might not be able to do it right now, but I want you to do it today at some point. Lehet, hogy most azonnal nem tudod megtenni, de ha hazamész, vagy bármikor, a mai nap folyamán tedd meg. Now, if the lump has completely disappeared, hogyha teljes mértékben eltűnt a daganat, the first thing you need to do, az első dolog, amit tenned kell, is call somebody and give testimony about it. Hívd fel valakit és tegyél róla bizonyságot. Tell them that Jesus healed you. Mondd el, hogy Jézus igenis gyógyít, és ő meggyógyított téged. If you check, ha te megvizsgálod, and you still feel the lump, és még mindig érzed a daganatot, don't vagy a be dudort, discouraged. Ne bátortalanodj el, ne keseredj el. My word to you is stay in the glory. Mert a profécia számodra, hogy maradj meg a dicsőségben. And check yourself every day. És minden nap vizsgáld meg magad. Because I believe those things are going to shrink. Mert hiszem, hogy ezek le fog menni, össze fog menni. Until they're gone completely. Addig, amíg teljesen el nem tűnik. Now when you check yourself, és amikor megvizsgálod magad, don't check looking for the lump or the tumor or the growth. Ne úgy vizsgáld meg magad, hogy nézed, hogy hol van, hol, tehát hogy keresed azt a daganatot vagy kinövést. Check yourself looking for the miracle. Hanem úgy vizsgáld magad, hogy a csodát keresed. Because if you can even notice just a 5% or a 10% or a 15% miracle. Mert ha azt látod, hogy csak 5%-kal, 10%-kal, 15%-kal ment lejjebb, that's enough to celebrate. Ott van a csodád, ez már elég arra, hogy ünnepelj. You need to get on the phone. És akkor már hív fel valakit telefonon. And tell somebody your testimony. És valakivel oszd meg a te bizonyságodat. That your tumor, your lump, your growth is shrinking. Hallelujah. A tumor, ez a daganat, ez a kinövés, ez egyszerűen elkezdett összemenni. Hallelujah. And that attitude of gratefulness and gratitude. És ez a hozzáállás, ami az, hogy azt mutatja, hogy te hálás vagy, és Istennek adod a dicsőséget. It will cause the miracle to expand and increase in your life. Azt fogja okozni, hogy a csoda elkezd megnövekedni, kitágulni, kiszélesedni az életedben. Now, look at this with me, Acts 19. Nézzük meg együtt ezt az igét, Apcsal 19. Looking in verse 11. A 11-es verset nézzük. It says, now God worked unusual miracles. Azt mondja, hogy Isten szokatlan csodákat cselekedett, különleges csodákat. And he worked them by the hands of Paul. Pál kezein keresztül. So that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick. Az emberek elvitték és ráhelyezték a betegekre azokat a kendőket és ruhadarabokat. And the diseases left them and the evil spirits went out of them. Amelyeket Pál a testén viselt, a betegek pedig meggyógyultak és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Who worked these miracles? Ki az, aki tette ezeket a csodákat?
These miracles of healing and these miracles of deliverance. A gyógyulási csodákat, a szabadulási csodákat. Who worked these miracles? Ki cselekedte ezeket a csodákat? God. God. Isten. Worked these miracles. Isten cselekedte ezeket a csodákat. How did he work them? Hogyan cselekedte ezeket a csodákat? Whose hands did he use? Kinek a kezét használta? Paul's. Pál kezét. Do you know God is always looking for a man or a woman? Tudtad azt, hogy Isten mindig keres egy férfit vagy egy nőt? Mindig through whom he can work his works. Valakit, akin keresztül a munkáját véghez tudja vinni. God's always looking for a person through whom which he can flow. Isten mindig keres egy olyan személyt, akin keresztül tud áramlani, folyni, végig megtenni rajta keresztül. And I don't believe it's any mistake. És úgy hiszem, hogy semmi hibázás nincs abban, that we've been in this atmosphere together for 3 days. Hogy mi, ahogy három napon keresztül már itt voltunk ebben az atmoszférában együtt. And God's been imparting to us. És Isten folyamatosan impartált, átadott belénk. And God's been speaking to us about flowing out from us, the overflow. És tudjátok, hogy mindig belülről folyik kifelé, a túlcsorduló, ez belülről indul el. Tonight when the lights are shut off in this room. Ma este, amikor innen már hazamegyünk és lekapcsolják a villanyt ebben a teremben. And the doors are closed. És becsukják az ajtókat. That's not the end of the glory conference. A dicsőség konferenciának ez nem a vége. The real glory meetings. Mert az igazi dicsőség alkalmak. Begin as soon as you leave this place tonight. Abban a pillanatban elkezdődnek, ahogy te erről a helyről elmész. Because now it's no longer limited to a room. Mert most már ez nincs limitálva, nincs lekorlátozva egy teremre. But everywhere you go. Hanem bárhová is mész. When people meet you. Amikor az emberek találkoznak veled. They're coming into a glory meeting whether they know it or not. Ha tudják, hanem egy dicsőség alkalom kellős közepén fogják magukat találni veled. They're going to meet the power of God flowing from you. Isten erejével találkoznak majd, ami belőled fog kifelé áradni őrájuk. Just like God used Paul's hands. Pontosan úgy, ahogy Isten Pál kezeit használta. He wants to use your hands. A te kezeidet akarja használni. Just like God worked miracles through Paul. Ahogy Isten csodákat cselekedett Pálon keresztül. Healings and deliverances. Gyógyulások és szabadulások történtek. God wants to do it in and through you. Isten benned és rajtad keresztül meg akarja ugyanezt tenni. Halleluja. There's something powerful. Van valami erőteljes. About your hands. A te kezeiddel kapcsolatban. Do you realize that your hands? Felfedezted azt, hogy te saját kezeid are the hookup az, of heaven. Ami a mennynek a hookup. Your hands hookup are the contact point. Az olyan, mint a kontaktpont, tehát az érintési pont, out. Az érintési pont a menny és a föld között a te kezed. You see, Jesus Christ, the hope of glory living inside of you. Látod, Jézus Krisztus, aki a dicsőség reménysége, ő benned él. Needs a way to flow out of you. És valahogy neki ki kell folynia belőled, ki kell jönnie belőled. And there's several ways he can do that. És többféle úton, módon teheti ezt meg. He can flow through your words. Ki tud folyni és áradni a szavaidon keresztül. He'll flow through your actions. A cselekedeteiden keresztül. He'll flow through your radiance, your countenance. Azon keresztül, ahogy kinézel és ahogy ragyogsz, ahogy megjelensz. But the Bible tells us when you lay your hands on the sick. De a Biblia elmondja nekünk, hogy amikor a kezeidet a betegre teszed. Something supernatural is going to happen. Valami természet fölötti történik akkor. Because when you lay your hands on the sick. Mert amikor te a betegre teszed a te kezedet. These are the jumper cables of heaven. Látod, ez olyan, mint a mennynek a bebikázói vagy bika kábele, a menny bika kábelei. If somebody's got a dead battery. Tehát, hogyha valakinek az aksia lemerült, you just put the jumper cables. Az autójában, akkor bebikázod azt is, rárakod azt a bikázó kábelt. And that battery comes back to life. Oda csípteted, és akkor újra életre kell az aksi. When you lay your hands on the sick. Amikor te a kezedet a betegre ráteszed. You're putting those heavenly jumper cables. Hallelujah. Akkor ezeket az aksira a bika kábeleket rácsípteted. You're putting those jumper cables on the sick. A bika kábeleket rácsípteted a betegre. So that life can flow. Hogy az élet áradjon.
maradjon belé. I want you to expect in the days ahead. Szeretném, ha elvárással lennél azok felé, a napok felé, amik előtted állnak. There's going to be greater life that flows. Mert sokkal nagyobb élet fog belőled folyni. Greater miracles that flow. Sokkal nagyobb csodák fognak folyni rajtad keresztül. Greater signs and wonders that flow. Sokkal nagyobb jelek és csodák fognak folyni belőled. Greater blessings that flow. Nagyobb áldások fognak folyni belőled. But you've got to be willing. De neked késznek kell lenned arra, és hajlandónak kell lenned. To extend your hand. Arra, hogy kinyújtsd a kezed erre a célra. Elérhetőnek kell lenned, és akarnod kell. To stretch out your hand. Hogy kinyújtsd a kezed. And release the power of felé, God. És felszabadítsd Isten erejét. Halleluja. 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 I feel led to do something tonight. Úgy érzem, hogy Isten arra vezet ma este. In this scripture in Acts 19. Ahogy itt ebben az igében, az Apcsel 19-ben. It says that God took Paul took handkerchiefs. Ahogy azt olvastuk, hogy Pál vette a keszkenőket, a zsebkendőket. Aprons, clothing, cloth. Ruhadarabokat és ehhez hasonlók. That had touched his body. Meg érintették az ő testét. And he sent it out like a point of contact. És úgy küldte ki, mint egy kontaktpont, mint egy érintési pont. As a connection point. Mint egy érintkezési pont. For those that were sick and diseased. Azoknak, akikben betegség volt. And tonight I want to give you the opportunity. Ma este szeretnék egy olyan lehetőséget adni nektek. To bring a connection point, a touch point. Hogy egy olyan érintési pontot hozzatok. I want to give you the opportunity. Egy olyan lehetőséget szeretnék adni nektek. To bring a handkerchief or an apron or a scarf or a cloth. Erre vezet titeket az Úr, hozzátok előre a sálaitokat, kendőiteket, keszkenőiteket, ruhadarabjaitokat, és ide az oltára, tehát ide elénk helyezzétek azt le. If you've got it, just come and bring it right here. Az oldalsó részre, ha szeretnéd, és nálad van, akkor hozd ezt előre most. Just come and bring it. Pour this out. Do you want me to pour this out? Yeah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Just stay in the spirit. Don't get chatty. Just stay in the spirit. Kérlek, ne kezdjetek el most beszélgetni. Maradjunk meg szellemben, jó? Just lay it on the altar. Go back to your seat. Csak tegyétek le oda, és menjetek utána vissza a helyetekre. Hallelujah. 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 It's okay right now, yeah. Oh, sure, you might as well ask him. That's fine. Okay, zongoristát kérhetjük, hogy zongorázzon közben. Thank you, Jesus. Köszönjük, Jézus. Every one of these garments, minden egyes ruhadarab, cloths, scarves, socks, gloves, zoknik és sálak és keszkenők, purses, hats, wallets, sapkák és handkerchiefs, pénztárcák és zsebkendők. Each one of them represents another miracle that God wants to do. Ez mind egy olyan csodát jelképez, amit Isten tenni akar. There's no limit to what he can do, what he'll do. Nincs korlátja, nincs akadálya annak, amit Isten tud tenni. Thank you, Jesus. Köszönjük, Jézus. Come on, just come quickly. Just come quickly. Laying it on the altar symbolic. Ez egy szimbolikus dolog, az, amikor az oltárra helyezzük ezeket a dolgokat. He's saying, God, I give this miracle to you. Mert ezzel azt mondjuk Istennek, hogy Uram, ezt a csodát én neked tulajdonítom. Only you can do it. Csak is te vagy képes arra, hogy ezt megcseleked, megtedd. Uram, ezt neked adom, ezt neked adom, ezt neked adom. I give it to you, Lord. Ezt neked adom, Uram. I give it to you, God. Neked adom ezt, Uram. Thank you, Lord. Köszönöm, Istenem. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, you namaste yereya. Shiri la 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 maso yereya. Say na ya 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 ya. Come on, lift up your hands. Just worship the Lord. Emeljük fel az Urat és imádjuk most Istent. Just worship the Lord. Imádjuk most az Urat. Sorry.
Come on, all over this place. Just imádjuk worship the most Lord. Itt az Urat, ezen a helyen, mindenhol itt just ezen worship a helyen, the Lord. Imádjuk az Urat. Imádjuk az Urat. Just worship the Lord. Lord, I thank you. Uram, köszönöm neked. That you're working miracles. Hogy te csodákat cselekszel. In the lives of everyone that's represented. Minden egyes olyan életben, amely itt by these cloths, these handkerchiefs. Képviselve van ezekben a ruhákban, ezekben we a zsebkendőkben. We speak miracles of healing. És a gyógyulás csodáit szóljuk most ezekre. Miracles of deliverance. Szabadulási csodákat szólunk most ezekre. Miracles of divine protection. És Isten szerinti védelmet szólunk. Supernatural miracles of blessing right now. Természet fölötti áldásait. Lord, I thank you that you're doing what only you can do. Uram, köszönöm, hogy megteszed azt, amit csak te vagy képes Lord, megtenni. May these be touch points. Uram, legyenek ezek a kontaktpontok, az érintési pontok. For the power of your anointing to flow. Arra, hogy a te keneted ereje folyik és árad. For your signs and wonders to come. A te jeled és csodád, ahogy folyik és jön. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Those diseases that seem so difficult. Azok a csodák. Azok a betegségek, amelyek úgy tűntek, those hogy nagyon nehezek, azok a betegségek, amelyek úgy tűntek, hogy lehetetlen helyzetek, those illnesses, azok a betegségek, sicknesses, azok a betegségek, where the doctors have given amikre up hope. Azt mondta az orvos, hogy már reménytelen, Lord, I thank you that you are the great physician. És feladták már, Uram, köszönöm, hogy te vagy you a are the great nagy physician. Orvos, te vagy az orvosok orvosa. You are the great physician. Te vagy az orvosok orvosa. There's somebody here that put their handkerchief on the altar. Van valaki, aki az ő zsebkendőjét ide rakta az oltára. You've been asking God for a godly spouse. És te Isten szerinti párt kértél az Úrtól, férjet you're vagy feleséget. Egyedülálló vagy. And you've been praying and asking God. És imádkoztál és kérted Istent. You said, God, I want the one that you have for me. Házastársat, és azt mondtad, Uram, én azt akarom csak, amit te akarsz nekem. I see God working miracles in your life right now. Azt látom, hogy Isten most ebben a pillanatban csodát cselekszik az életedben. There are angels that are being set on assignment right now for you. És most Isten angyalokat küldött, akik szolgálnak feléd és veled ebben a dologban, hogy ez megtörténjen. Oh yes. There's many angels. Nagyon sok angyal van most itt jelen. They're even going to go with these cloths, these handkerchiefs. És ezekkel a ruhadarabokkal, zsebkendőkkel együtt fognak you menni see, ezek az angyalok. You see, in this place all weekend. És egész hétvégén itt voltak there's ezen been a helyen. Thousands of holy angels gathered. Több ezer szent angyala Istennek itt összegyülekezett. Well, we've been worshiping Jesus. És ők is együtt dicsőítették Jézust velünk. And wherever Jesus is worshipped. És bárhol, ahol Jézust imádják. His angels come to gather to worship him. Az ő angyalai összegyűlnek, hogy együtt dicsőítsék velünk Istent. They come to increase and intensify our worship. Jönnek, hogy növeljék és intenzívebbé tegyék a mi dicsőítésünket és but imádatunkat. De az Úr több évvel ezelőtt megmutatta nekem azt, that even in the places that I go to minister, hogy azokon a helyeken is, ahova elmegyek szolgálni, there's angels that are coming with me. Vannak olyan angyalok, akik velem jönnek mindenhova. But they don't go home with me. De nem jönnek haza velem, hanem ott maradnak they azokon a helyeken. Maradnak azokon a helyeken. És küldetésben vannak, to carry out the words, hogy azokat a szavakat, amik elhangoztak, ígéretek és proféciák beteljesedjenek. The promises that have been spoken. Ezek az angyalok a felelősei annak, hogy az ígéretek, amik Lord, elhangoztak, azok beteljesítésre kerüljenek. Köszönöm neked, Istenem, hogy a te angyalaid mozdulnak most ezekkel a ruhadarabokkal együtt. God, the flow of your power. És Uram, a te erődnek a folyás, a folyama, being released into every life. Fel van most szabadítva minden signs egyes életben. Signs and wonders and miracles. És csodák. Signs jelek and wonders és csodák. And miracles. Csodák. In Jesus' mighty name. Jézus hatalmas nevében. Lord, I thank you for new ministries being birthed. Uram, köszönöm neked, hogy új szolgálatok születnek most. I thank you for new churches being planted. Köszönöm, hogy új gyülekezetek születnek most.
I thank you for reviving. Köszönöm a te felébresztésedet. A people. Az ébredést az who emberekben. Who are hungry and thirsty. Azokban, akik szomjasak és éhesek. Oh yes, revival glory. Oh, igen, az ébredés dicsősége. Revival glory. Az ébredési dicsőség. All over Hungary. Egész Magyarországon. Revival glory. Az ébredési dicsőség. All over Europe. Egész Európában. Deliverances. Szabadulások. Healing. Gyógyulások. Impartations and anointings of your spirit. Impartációs átadási kenet a te szellemedben. Felszabadul most Jézus hatalmas nevében. In Jesus mighty name. Jézus hatalmas nevében. In Jesus mighty name. I want you to lift up your hands. Szeretném, ha te most a menny felé nyújtanád fel a kezedet. A menny felé nyújtsd fel a kezed. And just begin to worship him. Come on, just begin to worship. Kezd el imádni őt. Kezd el imádni Istent. Just begin to worship. Kezd el imádni Istent. Csak imádj Istent. Just begin to worship him. Come on, with your voice. Csak imádj Istent a hangoddal. Just begin to lift up your sound. Kezd el felemelni a te hangodat hozzá. Come on, don't hold back. Ne tarts vissza semmit. Just release your sound. Release csak your sound. Szabadíts föl a te hangodat. Szabadíts release föl. Your Hungarian sound of worship. A magyar hangját a dicsőítésnek release és az imádatnak. Those spirit sounds of worship. A szellemi hangját a dicsőítésnek hallelujah. És az imádatnak. Hallelujah. 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 Hallelujah, the Spirit of God is flowing through this place right now. If you're hungry, press in. If you want more, press in. If you say, God, I know that there's got to be greater things that you have for me. Amit te számomra tettél. Just press in, press in, press in. Csak egyszerűen nyomd be magad, press nyomulj, in. Egyszerűen meg press kell, hogy kapd. Meg kell, hogy kapd. Hallelujah, just press in. Meg kell, hogy kapd. Press in, hallelujah. Meg kell, hogy kapd. Hallelujah. Hallelujah. I want to do this. I want to make that fire tunnel. Úgy érzem, hogy most kellene ezt a tűzfolyosót megcsinálnom. Where's the team that's going to help us with this, Eva? Jöjjön a csapat, akik segíteni fognak ebben nekünk, az elkapó just come emberek. Out of your seats if you're going to help with this fire tunnel. És az imádkozó emberek. One side's lined up here, the other side's lined up right there. Szeretném, hogy egy sor állna arra felé nézve, a másik sor pedig szembe velük. Tehát mint egy folyosót alkossunk, jó? Hallelujah. Okay, they just got a text message. The people are asking, shall they take the clothes back? Because now they are coming to the front to take their clothes back. They're supposed to take it on the end, I think. Yeah, I think after just the leave fire, it there. I think after the jó, a ruhadarabokat nem kell most még visszavinnetek a helyre, az még most maradhat, az ráír majd a végére is, jó? Yes, I will, yes. You know what yes, I mean? Yes, absolutely. Okay, someone is in critical situation and cannot breathe and 100% just off and just is dying right now. It's, I guess it's a sister. Testvérnő, igen. Yeah, that's a sister. And another one. Okay, just do you want to pray for your hands? Tedd rá a kezed. Okay. Mert a te kezedben erő van. És felszabadítjuk ezt az erőt. Felszabadítjuk ezt az erőt. Szabadíts föl azt a csodát, ami a te saját kezedben van. Amen. Jézus nevében köszönjük, Jézus. Hallelujah. 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 Is this tunnel ready? Okay. Készen áll a tűzfolyó. Uram, töltsd be a te népedet friss tűzzel. Jézus, te vagy az, aki minket szent szellembe és tűzbe merítesz be. Mindnyájunknak szükségünk van, Jézus, hogy felfrissítsd a szívünket, az életünket, hogy telve legyünk a te életeddel, hogy telve legyünk a te örömeddel, hogy telve legyünk, Uram, a te békességeddel. Hallelujah.
Halleluja. 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 Jézus Krisztus nevében, Uram, felemeljük most ezeket az imakéréseket hozzád, amit a te néped hozott a Jézus Krisztus nevében. Jézus nevében. Köszönjük, hogy most ebben a pillanatban Joshua is imádkozik velünk együtt ezekért az imakérésekért. És köszönjük neked, Istenem, hogy te nem ember vagy. Te nem hazudtál soha. A te ígéreteid igenek és ámenek. És te azt mondtad, hogy a ketten vagy hárman egy akaraton együtt vagyunk a te nevedben, te itt vagy közöttünk. És bármit, amit ketten egy akaraton kérünk tőled, igen, te meghallgatsz bennünket, és most összekötjük a mi hiteinket. Halleluja. Összekötjük a Jézus nevében ezekért az ima kérésekért, minden egyes kérésért. Istenem, te pontosan látod, és tudod, és ismered az összes szükséget. Felemeljük ezeket a szükségeket te hozzád, te eléd, a te trónod elé, a názareti Jézus Krisztus nevében. És kérünk téged, drága édes Uram, az ima válaszokért a Jézus nevében. Hadd jöjjenek a bizonyságok, Istenem, ahogy Istenem Joshuán keresztül kijelentetted azt, hogy itt vannak azok az angyalok, akik igenis gondját viselik a te igéd beteljesítésének, a te szavad megcselekvésének. Menjenek most ki ezek az angyalok, és cselekedjék a Szent Szellemmel együtt, Jézus Krisztus által mindazokat a dolgokat, amiket te megígértél a Jézus nevében. Halleluja. Amen. Uram, imádkozunk azért, Istenem, hogy mindazok az ima kérések, amelyek benne vannak ezek a dobozban, Uram, te nagyon jól láttad már akkor, amikor papírra lettek vetve, Istenem. Oda emeljük ezt a te mennyei trónod elé, Atyám. És kihirdetjük, Uram, hogy álljanak helyre az életek. Álljanak helyre a házasságok. Álljanak helyre az egészsége az embereknek, Uram, a testvéreinek. A názáreti Jézus Krisztus nevében. Uram, kérünk téged, hogy dicsőítsd meg a te fiadnak, Jézus Krisztusnak a nevét. Uram, hadd emeljék föl a te angyalaid, Uram, ezeket az ima kéréseket oda hozzád a mennybe most. A Jézus nevében. Istenem, te vagy mindennek a forrása. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről száll alá az életünkre. És Istenem, ezt kihirdetem az én testvéreimnek az életére, Uram. Töltsd be őket, Uram, a mennynek a dicsőségével. És kihirdetek, Uram, egy mennyei salomot az életükben, amely magában foglalja az egészséget, magában foglalja a boldogságot, magában foglalja a bővölködő életet, Istenem. És azt a békét, Jézus, amely minden értelmet felülhalad, amely meg tudja őrizni a szíveinket te benned. A názáreti Jézus nevében, Istenem, kérlek téged, Istenem, küld ki a te angyalaidat, Uram, hogy elvigyék az ima válaszokat mindazokhoz, akik bedobták, Uram, ebbe a dobozba, Istenem, és azokhoz is, akik nem dobták bele, de az ő szívükben ott van, Istenem, a várakozás feléd. A názáreti Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Wow. Csodálatos az Úr, testvérem, csodálatos Istenünk van. Egyszerűen nem találok szavakat. Halleluja. Testvéreim, nem akarjuk senkinek rabolni most már az idejét. El vagytok fáradva. Kicsit már mi is érezzük, hogy el vagyunk fáradva. Nincs ezzel semmi baj. Ez csak a test. A szellemünk, higgyétek el, nincs elfáradva. A szellem mindig készen van. De testvéreim, ahogy Joshua is mondta, a lényeg most kezdődik el. Amikor kitesszük a lábunkat ezen az ajtón. A lényeg most kezdődik el. Mert mindazt, amit ezen a hétvégén kaptunk Istentől, én hiszem, hogy te is
megrázottat, színig teltet, túlcsordulót kaptál a te mennyei édesapától. És ezt hazavihetjük. Egy dolgot kérek tőletek, házi feladatként. Az a mag, amit el lett vetve ezen a hétvégén, a te életedbe, azt kérlek gondozd, öntözd a te imáiddal, a te dicséreteddel, hogy ne hagyd, hogy ez az egész csak úgy kihűljön a szívedben, hanem engedd meg a Szent Szellemnek azt, hogy tovább tudjon téged repíteni ezzel. Mert higgyétek el, hogy Istennek minden áldása a tied lett Jézusban. És hála Istennek, soha többé nincs emberhez kötve ez, hogy te ebből mennyit tudsz megkapni. Joshua azt kapta a szívében, hogy kimenjen ebből a teremből, hogy ne emberekre nézzünk, ne emberektől várjuk az Istennek az áldását, hanem közvetlenül az Úrtól. Testvéreim, nekünk mindnyájunknak vezetve kell lenni a Szent Szellem által. Amen. Éva, mondani akarsz? Attól az Úrtól, aki benned van. Halleluja. Ahogy Joshua mondta, ő benned él. Amen. Jézus Krisztus benned van. Az a tűz benned van. A gyógyulás benned van. A szabadulás benned van. Mert az maga Jézus Krisztus. Amen. És ez a Jézus Krisztus él benned, és ahogy a Joshua elmondta, hogy a te kezeiden keresztül történik ez meg. És ezért ő azt kapta a szívébe, hogy ne emberre nézzünk, és ne az embertől várjuk, ne tőle. Ezért erre volt a vezetése, hogy ő elmenjen. És nagyon-nagyon nagy szeretettel azt mondja nektek magyaroknak, nagyon szereti a magyar embereket, és üdvözletét küldi a felesége is, és ő is nektek, és vissza fog még jönni, ha az Úr is akarja. Amen? Amen. Halleluja. És köszönjük az Úrnak ezt a csodálatos hétvégét, ezt a fantasztikus konferenciát. Amen. Halleluja. Drága testvéreim, fantasztikusak vagytok. Gyönyörűek vagytok. Ragyog rajtatok az Istennek a dicsősége. Higgyétek el, hogy ebbe benne lehet maradni. Ez nem muszáj, hogy elmenjen az életedről. Jézus azt mondta, maradjatok én bennem, az én beszédeim pedig ti benne, nem, az én, igen, az én beszédem pedig ti bennetek, maradjon meg, és akkor fogtok sok gyümölcsöt teremni. Amen. Testvéreim, ennyi. Ez nem arról szól, hogy mit csinálsz, ez arról szól, hogy benne tudsz-e maradni Jézusnak a győzelmében. Itt vagytok? Testvéreim, mi nem a győzelem felé haladunk. Mi Jézus győzelméből indulunk el. És benne élünk a Jézus Krisztusnak a győzelmében. Én nem akarok az ördög fölött győzni, Jézus már győzött fölötte. Miért kellene nekem ővele birkoznom? Nem kell. Egyszerűen nekem csak Jézusban kell benne maradnom. És engedem, hogy az Úrnak az angyalai rendezzék az ördögnek a sorsát. Oké? Okay? Én nem az ördögöt keresni vagyok itt a földön, hanem az Urat. Halleluja! Amen! Én nem a démonokat keresgélem, hogy itt démon, ott démon. Nem! Jézust akarom fölemelni, és ahogy szemlélem az ő dicsőségét, én is dicsőségről dicsőségre el fogok változni. Halleluja! Amen! Amen. Ez a mi feladatunk. Uh-huh. Amen! Amen! És ezzel bocsátunk titeket is útra, ezzel az útra valóval, hogy amikor hazamentek, akkor emlékezzetek arra, hogy ez a hétvége, ez egy meghívó volt a számomra arra, hogy Jézussal belépjek a legbelsőbb szobába. Hogy Jézustól személyesen át tudjam venni az ő ölelését, az ő csókját, mert ezt nem emberek akarják veled megcsinálni. Én is megölellek nagyon szívesen, de hidd el, amikor Jézus átölel, amikor Istennek a jelenléte átölel, ott, ahol senki nem lát, azt senki nem veheti el tőled. És ebben tudunk benne maradni. Amen. Amen. Szóval legyetek nagyon áldottak. Számomra kiváltság volt az, hogy veletek együtt dicsérhettem itt az Urat. Számomra kiváltság az, hogy Istennek a népével együtt, egy szívvel, egy szájjal imádhattuk őt együtt. És ennek még nincs vége?
mert a dicsőítő csapat még készen áll dicsérni az Urat. Amen. Igen, akiben még maradt egy kis energia, nyugodtan egy kis szusz. Elvihetitek a cuccaitokat innen előről, gondoskodjatok arról, hogy mindenki megtalál mindenét. És... igen, ez az összejövetel itt most, így hivatalosan véget ért, de hogyha szeretnél maradni, és szeretnéd tovább dicsérni az Urat még, akkor tedd meg. Mert és, még tovább fog folyni a dicséret. És március 23-án találkozunk Dynamis alkalmon a Hermina utca 47 alatt 14. kerületben mindazokkal, akik szeretnétek jönni szombat délután 3 órától. Folytatjuk a dicsőítést, folytatjuk azt, hogy Isten jelenlétében és az ő dicsőségében leszünk is, ahogy vagyunk is. Amen. És áldott éjszakát kívánok mindannyiótoknak. Sok-sok áldást az Úrtól. Sziasztok! Továbbiakban is. Szívből dicsérlek.